élet, élet, szent, megunt élet. Milyen jó visszajönni beléd. Hogy hívják magát, barátom? Wenderinnek legalázatosabb szolgálatára. Van magának felesége? Volt nagyságos. Talán meghalt? Más történt. Habár a répát nem nagyon kedvelem. Hozhatom a belős csontot, nagyságos uram? Valóban. Csak arra figyelmeztettem Wendelin barátom, hogy kenyérszeleteket pirítsanak hozzá, mert a zsemje ilyesmihez nem nagyon alkalmas. És forró legyen, mint a babám szíve. No, most hozhatod a sert, de füles pohárban és Hanzli nélkül. A habot megtarthatja magának a csapos. Parancsára, nagyságos uram. Gazdag ember lehet a korcsmárosod. Miért, nagyságos uram? Mert bőven méri a habot. Na. Wendelin barátom, mi is történt azzal az asszonnyal? Elment, nagyságos uram. Elment. Szty. Kérem, én a kaszinóban voltam fiatal pincérkoromban. Akkoriban még a Szemere, a Pécsi, az Uchtritz voltak a vendégeim. Az Uchtritz. A zsokék odakünn várakoztak az ebédlőben, a trénerek meg a folyosón ültek. Uchtritz. Ott folyt a tipperés néha éjfél utánig is. És mi pincérek tegeződtünk a zsokékkal. Ritkán mehettem ki a lóversenyre, de azért ismertem minden lovat. Én persze sohasem nyertem. Milyen sültet lehetne itt tenni? Látom, kacsa pecsenye van. De azt eleget teszem otthon. Igen, kérem, kacsa vörös káposztával. Tudja, Wendelin fiam, én a leginkább vadat szeretek ebédelni. A régi Lippert-féle vendéglőben főzték a legjobb vadpecsenyét. Az öreg Lippert maga is nagy vadász volt, főlövészmester a budai lövészegyletben. Én ezt tudtam, és oda jártam nyulat tenni. Na most van az, hogy fácán gesztenyével töltve. Most csak az a kérdés, hogy ez olasz gesztenye, vagy magyar gesztenye? Fácán gesztenyével. Igen. Hát, ha különösebb baja nincs ennek a madárnak, akkor jöhet. Vajon miért pucolják a nők olyan dühötten a sárga répát? Itt a fácán hoztam mellé burgonyapürét és kovászos uborkát is. Nem, addig van, Wendelin barátom. Hol vannak a különböző mustárok?
Én például nagyon szerettem a csípős házi mustárt. A francia mustárt sem vettem meg, de az angol mustár kifejezetten a kedvence. Egyszer azt mondja nekem Wiener Waldau lovak. Na. Wendelinkém, én magát szerencsés emberré akarom tenni. Fogadja meg Festetics hercegnek a lovát, a passionszot. Minden alkalommal, amikor az futni fog. Passions, ismerős név. Hát, ha még ismerte volna nagyságos uram. A teremtését, hát majdnem elfelejtettem. Finom főtt marhahús szeretnék enni. Na, itt van. Mondja, Wendelin fiam, van a konyhán egy darab csontos vagy csont nélküli marhahús? Én nem bánom a bordás is, bár én a gerincet jobban szeretem. Hanem, tudja, mi szolgálna a legnagyobb örömömre? Ha volna egy olyan darab színhús, amit táfölspicnek neveznek. Na látja, ezt tennék én. Paradicsommártással, fiatal hagymával. Ha a vendéglős át magára, mindig van fiatal hagymája. A szárnyas után. Mit bánom én a maguk étkezési rendjét? Hát ki vagyok én, hogy maguk előírják nekem, hogy mit tegyek? Kérem, nagyságos uram. Nézzen abba. Nem csak a lovat hívták passionsznak, hanem a pályafelügyelő lányát is. Bocsássa meg, nem zavarom önt. Szóval? Wiener Waldau lovag miután különösen kedvelt. Egyszer megkérdezte tőlem, hogy nem volna-e kedvem passionsot feleségül venni. Elvettem. És ezzel felakasztottam magam. Nagyon szerettem őt. Megszökött tőlem. Elment kasszírnőnek Debrecen. Most már meginnék egy fél liter jó bort. Szóval ez a passions. Kasszírlány lett Debrecenbe? Azt kérem. Onnan indította meg a vállópört, amikor egy bolond falusi megkérte a kezét. Az a bolond falusi úr én voltam. Igen. Én voltam passions második férje. Magát is elhagyta passions. Megint elszökött valakivel. Hol van? Bele kell törődni.